kis drága édes pici vidám mosolygós szörnyecskeim. Olyan kis cukorfalatok voltok, adjak jó reggelt, puszik. Most ne adjál. Mi történt? Mi történt? Olyas módon. Milyen módon? Szivattyút bekapcsolva hagytam. Ja, de időzítőt raktam be és kikapcsolt. Aha, az ne. Nem, én kapcsoltam ki. Mikor? Már jó. Semmi között hozzá! A fenyőfám szomjazik, nem bírják. Anyám, picsája, mi az, hogy fenyőfám? Mi az, hogy fenyőfám? Ki ez a nagy szar? Ő az én lelki társam. Szükségem van rá, mert ilyen szörny van. És melyikre? A háromra, arra ott, meg a két meg. Te idióta, ahol ez őshonos ez a fenyő, ott bazd meg 500-600 mm kap egész évben. Nem igaz, a fenyőfa az esős hegyvidékeken él. Nem igaz. Na, de mindegy, én most nem fogok a hegyvidékre menni ahhoz, hogy legyen egy kedvenc szörnyőfám. Ő már itt volt. Azt törölgetett a rohadék eddig. Na, de majd... Gergő, most hallgass ide. Amikor már lefolyik a ferde falon a pince elé a víz, akkor már túl sok, meg gödrötás a slag. Megszárad a víz, nem kell hisztizni. Persze, megszárad, nem kell hisztizni. De minek pocsékolni az? Nem pocsékolom. Te hülye! Annyira kevés jövedelmed van, és nekem legyen abból kiadom! Kifizettem a szivattyú villanyszállát, én most pár napig Budapesten voltam, úgyhogy ki fog jönni a napi átlag másfél óra locsolás, amivel kiszámoltam, hogy november csak között... Csak a fenyőfa kap másfél óra vizet, mi? De egy csomó nap szépbaszom meg egyáltalán nem locsol. Szétbaszom a számot, mindent! Ne, eddig is megvoltak azok a fenyők! Nem ide való a fenyő eredet! Egyre jobban kiszáradnak egy... Nem szárad ki! Az minden fánál természet az alsó ágon kell. Nem, csak elég viszont. Na fogd már! Nem fogsz locsolni, mert a csapot széttap, ilyen tételekre szétcsap. Majd veszek újat a te pénzedből, eladom valamilyen cuccodat, és abból veszek új slagot. Te fejezd be, bazd meg, mert... Te fejezd be! Ne fenyeged őket! De fontos, hogy legyen egy egészséges fenyőfa! Van egy fenyőfa, ott az a fenyőfa! Eddig azt locsoltam. De annak nagyon gyantás a törzsön. Hát az nem baj, te hülye, hát az egy gyantája van neki. De mindig lakacsos leszek, meg ott sok a szúnyog. Ennek is gyantás lesz a törzse, ha ennyi vizet adsz neki. De miért ne lehetne három kedvenc, hogy azt a lelgetésre használom, a másik kettőnek meg a rügyeiből fenyő szirupot készítek. Így is, úgy is lesz rajta rügy. De magasan, 5 méter magasan, ahová létrával is alig tudok fölmászni, ha hagyom kiszáradni az alsó ágai. Na most elég a kiabálásból, hagyd apádat reggelizni, jó? Na, de már ilyen szívtelen és gonosz, meg ilyen pokol csinálom. Adjál haza nekem 3 milliót, akkor egy szót se szólok. Nem kell ahhoz 3 millió, kiszámoltam, jó, akkor majd adok még egy kis pénzt, de 10 000 forint az november közepéig úgy elég, hogy napi átlag másfél órát locsolok. Most lehet, hogy kicsit átlépem az átlagot, majd naplózni fogom, akkor majd még ráfizetek. Nem fogod naplózni, mert szétvágom a slagot. Ne legyél már, nekem is kell locsolni a paradicsomodat, ne legyél ilyen gonosz. Én hordtam a Dunáról a paradicsom, voltam én, vagy gondolom. Na akkor most, ne legyél ilyen gonosz. Akkor te is hordjál onnan, bazdek, egy szót nem szólunk. Ez nagyon fárasztó. Nem érdekel. Ne legyél ilyen, nem leszel gonosz zsárnok, szatyorfülüke. A zsárnokot Nem, abban, hogy egyre jobban szárad el, alulról felfele. Tavaly még teljesen zöldek voltak az alsó ágaim, annak például most már félik. Akkor sem fogsz fenyőt locsolni! Befogom! Gergő! 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 Leülsz! Nem ütögetek! Gergő! Nem ütögetek a pákat! Pusztulj! Takarodj! Nem lesz itt a zsánok, rém uralma! Hülye szemétláda! Én uralmam! Etetünk 42 évesen, te valamit! Legyen itt kínozni! Képmutatás! Motívom a rendőröket már megint! De ütöttél meg! Föl van véve, hogy megütöttél! Megütött anyád, te rohadt szemétláda! Nem támadtam! Fölveszik! Én csak megpiszkáltam egy kicsit! Jövök meg, bazd meg, te rohadt! Nem vagyok rossz szemét! Hagyd már abba, Gergő! Fogd a szád! Reggelizni szeretném, ti is adjátok abba! Fogd be! Hol van az időzítőm? Ott, ahol hagytad. Be ne kapcsold meg innen, lemegyek és szétvágom.